Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szerdai napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici a semmi kellős közepéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a szerdai napon leforgatok néktek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor most tulajdonképpen folytatni fogom azt a sétámat, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt miről is dumálok, nézzétek meg az ezt megelőző videómat is, köszönöm szépen. És most haladjunk tovább ebből a sétával, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hiszen már az ezt megelőző videómban is tulajdonképpen ezen a bizonyos zöld túraútvonalon bókláztam, itt az erdőben, a semmi kellős közepén. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzitek, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. És most haladok is tovább én tulajdonképpen abból a sétával, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt most miről is próbálok magyarázkodni, meg dumálni, nézzétek meg az ezt megelőző videómat, köszönöm szépen. És akkor jöjjön hát a folytatás, haladjunk tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Jöjjön hát a videó most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Ugye az ezt megelőző videómat tulajdonképpen ezen a helyszínen fejeztem be, és az ezt megelőző videómnak a végén azt mondtam, hogy én haladok tovább ebből a sétával méghozzá arra felé, tehát ő arra felé fog haladni tovább a sétával, majd ezen a zöld túraútvonalon. Csak előbb megmutatom néktek, hogy hogy néz ki a közvetlen környezet, ahonnan én indítottam ezt a videót. Tehát amit látjátok, egy erdőbe vagyok, tehát nyilván ebbe semmi érdekesség nincsen, hogy én itt egy erdőbe videózgatok konkrétan, meg ez konkrétan szerintem a kutyát sem érdekli, hogy én itt videózok az erdőben. Bízok benne, hogy azért benneteket valamelyest érdekel nézőimet, nagyon bízok benne, de mondjuk az se baj, hogyha nem érdekel benneteket, attól még ez a videó fogom rögzíteni ezt a videót attól még, attól függetlenül, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy nem is érdekel benneteket. Na mindegy, a lényeg az az, lányok és fiúk, hogy haladjunk tovább ebből a sétával, tehát nem is húzom tovább az időt, hanem haladok tovább. A nyelvbotlási, meg illetve a dadogásomi elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. És akkor haladok tovább szépen arra felé, hogy nem is húzom az időt, hanem szépen elindulok. Na, lányok és fiúk, és akkor én folytatom is tovább a sétámat tulajdonképpen ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, a tipikus túraút, amint láthatjátok, itt az erdőben, amit ugye csak most gyalogszerrel lehet tulajdonképpen bejárni, legalábbis ezen szakaszát ennek a túraútnak. Hát most szépen tulajdonképpen ereszkedek le egy dombnak a oldalán, egy hegyoldalon ereszkedek lefelé tulajdonképpen, ami valójában nem hegy, hanem csak domb. És mindjárt a fenyőfának a törzsén meg is tudom nektek mutatni, hogy bizony-bizony én itt vagyok a zöld túraútvonalon, tehát itt az egyértelmű jelzés tulajdonképpen, hogy én ezen a mai napon, ezen a zöld túraútvonalon bóklászok ismét. Hát valójában most azt a sétámat fogom folytatni, amit ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. De ezen a zöld túraútvonalon én már január 1-én is bókláztam új év napján, tehát ez valójában annak a videónak is a folytatása tulajdonképpen, amit ugye január 1-én készítettem videókat, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. És amint láthatjátok ezen a felvételen, tehát teljesen egyértelmű, hogy most is a zöld túraútvonalon vagyok, tehát itt az egyértelmű jelzése a zöld túraútvonalnak, és a továbbiabban is ezen a bizonyos zöld túraútvonalon fogok haladni. Tartsatok velem! Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább. Közben ereszkedek lefelé itt a hegyoldalon. Hát van itt az én némi hó is, foltokba, ez igaz, az igaz, de van hó is némi képen. És akkor haladunk tovább itt lefelé itt ezen a gyalogúton.
tartja, akkor nagyon óvatosan kell lépkedjek, mert nem szeretnénk itt hanyat vágódni, itt az erdőben, mert ide még a mentő is elég nehezen tudna értem jönni, tulajdonképpen, hogy óvatosan kell itt az embernek ilyen helyen bóklásznia, főleg egy ilyen helyen, ahol még ő úgy igazándiból mentővel se lehet ide jönni, lányok és fiúk, és akkor szépen ereszkedünk lefelé tulajdonképpen a hegy oldalon. Hát itt nem sokára egy kocsiútra ki fogok érni tulajdonképpen, mert itt lesz mindjárt egy kocsiút, ezt mindjárt láthassátok, hogy mindjárt kiérek egy kocsiútra, csak közben szépen óvatosan ereszkedek lefelé a hegy oldalon. Hát lányok és fiúk, ezek a túrautak már csak ilyenek. Az embernek ilyen óvatosan kell bóklászom ilyen helyeken. Na, közben kértem egy kocsiútra, gyerekek. Amint látjátok, itt van egy kocsiút, és én a továbbiabban arrafelé folytatom a sétámat, mert a zöld túra útvonal arrafelé folytatódik. És most megmutatom nektek, hogy hol is ereszkedtem le. Tehát ugye itt látható az a kis gyalogút, ahol én leereszkedtem, tehát itt jöttem le, ezen a kis gyalogúton, ami itt látható, tehát itt ereszkedtem le. Hát konkrétan arrafelé nem tudom, hogy mi van, tehát arrafelé úgy igazából fogalmam sincs, hogy mi van, de a túraútvonal nem is arrafelé folytatódik, hanem a másik irányba, így hát fordulok egy 180 fokot, és haladok tovább én ebből a sétával, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így szépen fordulunk egy 180 fokot, és haladunk tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, méghozzá arrafelé folytatom a sétámat. Na, amint látjátok, már haladok is tovább, tehát tényleg nem húzom az időt, lányok és fiúk, hanem haladjunk szépen előrefelé fokozatosan. Hát lányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy nézitek ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy fölvagytok rám iratkozva természetesen. Ezt nagyon szépen köszönöm néktek. Lányok és fiúk, videók ugye lesznek a csatornámon a jövőben is, tehát ez nem fog változni. Igaz, hogy ritkán tudok csak videót készíteni, de ez annak köszönhető, hogy én ugye ezt az egész videózás, de ezt én már több videómban is elmondtam tulajdonképpen, hogy én ezt az egész videózást a munkám mellett csinálom, és csak szabadidőmben tulajdonképpen, amikor így szabadnapos vagyok, mint a mai napon is például, ilyenkor szoktam általában videókat készíteni, amikor éppen szabadnapos vagyok. Hát most a mai napon tulajdonképpen szerda van, amikor ez a videó készült, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Azt ne kérdezzétek, hogy hanyadika van, mert fogalmam sincs, hogy hanyadika van, mert nem néztem meg a naptárt, ezt most nézzétek el nekem, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, ez a zöld túraútvonal amúgy erre vezet, ezen a kocsiúton a továbbiakban. Lányok és fiúk, amúgy nagyon szép itt az erdőben még így télen is, igaz, hogy hó nincsen, csak foltokban van hó, elvétve, még itt kint az erdőben is. De hát ugye az utóbbi időkben, ugye az utóbbi telekben már nem is nagyon volt hó tulajdonképpen. Hát ugye nem úgy, mint a 80-as években, ha jobban belegondolok, amikor én még gyerek voltam, akkor ugye rengeteg hó volt a 80-as években, amikor én még kisrác voltam, de hát az már nem ma volt, hanem nagyon régen, közel, hát most már el lehet mondani, hogy 30 éve minimum, mivel hogy én 43 éves vagyok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát nem vagyok már mai kakas, tehát ugye 43 éves vagyok, lányok és fiúk, de hát ezt szerintem már mindenki tudja, hogy én már nem vagyok fiatal, de fiatalnak érzem magamat, attól függetlenül, hogy 43 éves vagyok. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladok is tovább én ebből a sétával, itt az erdőben, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, amint láthatjátok ezen a felvételem. De mint látjátok, egy tipikus erdei kocsiúton bóklászok. De hát ugye az én csatornámon rengeteg ilyen videó van, amikor ilyen erdei utakon bóklászok konkrétan. Tehát ugye rengeteg ilyen videó van a csatornámon, és még lesz is rengeteg ilyen videó a csatornámon, amikor ilyen erdei utakon bóklászok, mint ez is itt például. És most ezúttal ugye a zöld túraútvonalon vagyok tulajdonképpen, és a továbbiabban is,
ezen a bizonyos zöld túraútvonalon fogok haladni. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricibel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a zöld túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, akkor haladjunk is szépen tovább. Tehát az idő ugye nem áll meg, és ezáltal én se állok meg. Amúgy el kell mondjam aztat, hogy nincs is olyan nagyon hideg, ahhoz képest, hogy január közepe van konkrétan, mert valójában január közepe van, amikor ez a videó készült. Tényleg nem tudom, gyerekek, hanyadika van, ezt most nézzétek el nekem, mert nem néztem meg a naptárt, de azt tudom, hogy már január közepét jócskán benne vagyunk a januárban, amikor ez a videó készült. Na, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább előre felé, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, hisz a mai napon, ezen a szerdai napon én ezt a zöld túraútvonalat járom tulajdonképpen, és ezt láthassátok ebben a videóban is, meg már az ezt megelőző videóban is tulajdonképpen ezt láthattátok, hogy én a zöld túraútvonalon bóklászok, és ez ugye ebben a videóban is így lesz tulajdonképpen, meg ezutániakban is. Na, jányok és ők szépen haladunk itt az erdőbe tovább. Nagyon jó itt az erdőbe, azt el kell mondjam. Az embert ugye a friss oxigén ugye úgy rendesen képen törli itt kint az erdőben. És akkor szépen haladunk is tovább. Na, jányok és fiúk, akkor itt megyünk egy emelkedőnek, amint láthatjátok ezen a felvételen. Hú, gyerekek! És azt kell mondjam, hogy tényleg nincsen hideg, ahhoz képest, hogy tényleg jócskán benne vagyunk a januárban, mert tényleg nincsen hideg. Főleg így, hogy mozgásban van az ember, mert én ugye, amit láthatjátok, mozgásban vagyok. Valamit hallottam, lehet, hogy valami vad van itt a közelben, de hát ugye nem kell félni az erdőben. Én legalábbis nem félek az erdőben. Tudom, hogy ez nektek, városi gyerekeknek ez ugye érdekesség lehet, akik a városokban nézik az én videóimat, aki nem nagyon járkál ki az erdőbe. Na, lányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, aminek mindjárt meg is tudom mutatni a jelzését, mert annak a tölgyfának a törzsére tulajdonképpen fel van festve a zöld túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Íme, lányok és fiúk! Amint láthatjátok ezen a felvételen, itt vagyok a zöld túraútvonalon, és ez a továbbiabban is így lesz, hogy ezen a zöld túraútvonalon fog bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricibel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos zöld túraútvonalon rögzítek néktek, és akkor haladok is tovább én ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, méghozzá arra felé folytatom a sétát, haladunk is tovább arra felé. Na, jányok és fiúk, akkor ballagjunk tovább, haladjunk tovább itt az erdőben, amúgy nem sokára oda fogok érni egy tisztáshoz, mert már ugye nem először vagyok ezen az útvonalon, mert már tényleg nem először vagyok itten, hamarosan ki fogok érni majd itt egy tisztásra, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, mert nem sokára lesz majd egy kis tisztás, itt egy kicsit előrébb majd. Egyelőre még ugye haladjunk itt az erdőben, mert nem akarom elölni a poént tulajdonképpen. Na, jányok és fiúk, köszönöm szépen, hogy nézitek, ahogy mondottam a videóimat. Tényleg nagyon szépen köszönöm, mint ahogy azt is nagyon szépen köszönöm, hogy egyre többen vagytok feliratkozva rám. Köszönöm szépen, természetesen. Na, jányok és fiúk, haladjunk is tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, amit én ezen a szerdai napon járok tulajdonképpen. És valójában ez ugyanaz a zöld túraútvonal, amit én ezen a szerdai napon járok, amit én ugye január 1-én már elkezdtem bejárni, igen, új év napján, akkor jártam ezen a zöld túraútvonalon utoljára, új évkor. Hát jócskán már elmúlt új év, ugye, január 1-je már jócskán elmúlt, de most tényleg nem tudom, hogy hanyadika van, gyerekek, ezt most bocsássátok meg nekem, mert nem néztem meg a naptárt, meg a telefonnak a kijelzőjét.
Na, lányok és fiúk, és itt van az a tisztás, amiről beszéltem, ugye az előzőekben, hogy ki fogok érni egy tisztásra, hát íme, ki is értünk tulajdonképpen egy tisztásra, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, íme, tehát itt van a tisztás, amiről az előzőekben beszéltem, ami így néz ki tulajdonképpen, és most valójából, ugye, a január 1-én elkezdett videót, illetve a január 1-én elkezdett sétámat, eredetileg én ugye ezen a helyszínen fejeztem be, ezen a tisztáson, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Tehát idáig nyilván azért volt nektek ismerős ez az egész terület, amit ebbe a videóba láttatok, meg az ezt megelőzőben, mert ugye január 1-én ugye elkezdtem egy sétát ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, és akkor eddig a tisztásig jutottam el, ami most itt látható ezen a felvételen tulajdonképpen, mert amit látjátok, itt vagyok egy nagyon szép kis tisztáson, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát itt van ez a szép kis tisztás, ahol én már ugye január 1-én egyik alkalommal jártam itten, és most megmutatom nektek, hogy melyik irányból érkeztem, most ezt meg is mutatom nektek, tehát én abból az irányból érkeztem, arra felé van Balatonfüred, tehát Balatonfüred az egyértelműen arra felé van, de a továbbiabban nem arra felé fogom folytatni a sétámat, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és mindjárt haladok is tovább én ebből a sétával tulajdonképpen, lányok és fiúk, és amit ahogy mondtam ugye az előzőekben, ugye itt vagyok ezen a szép kis tisztáson, amit most éppen láthattok ezen a felvételen tulajdonképpen. Én egy nagyon szép kis tisztáson vagyok. Na, lányok és fiúk, és akkor egy kicsit haladjunk még előre felé, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. Amúgy nem sokára lezárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a kis videóban is, amit ezen a bizonyos zöld túraútvonalon rögzítettem. Hát, lányok és fiúk, haladjunk tovább akkor, ezen a bizonyos zöld túraútvonalon konkrétan. És a továbbiabban én majd arrafelé fogom folytatni a sétámat, tehát a továbbiabban majd arrafelé fogok haladni, de ez majd egy következő videónak a témája lesz, amikor én majd folytatom a sétámat arrafelé, mert a zöld túra útvonal tulajdonképpen arrafelé folytatódik, tehát abba az irányba folytatódik teljesen, egyértelműen ez a bizonyos zöld túra útvonal, aminek a jelzése egyébként itt látható ennek a tőgyfának a törzsére felfestve. Tehát amint láthatjátok, íme itt a egyértelmű jelzés, hogy bizony-bizony én még mindig a zöld túraútvonalon vagyok, és a továbbiabban is ezen a bizonyos zöld túraútvonalon fogok haladni, de ezt majd egy következő videóban folytatom ezt a sétát, mivel én ezt a videót itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a kis videóban is, amit ezen a bizonyos zöld túraútvonalon rögzítettem, aminek teljesen egyértelműen itt látható a jelzése. És a továbbiabban is majd ezen a bizonyos zöld túraútvonalon fogok haladni, de ez majd egy következő videó témája lesz, amikor majd haladok tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon, méghozzá arrafelé fogom folytatni a sétámat, de ahogy mondottam, ez majd egy következő videónak a témája lesz tulajdonképpen. De mi ez az illat, amit érzek, gyerekek? Nem tudom mi ez, de nagyon érdekes illatot érzek. Nem tudom mi ez, gyerekek. Fogalmam sincs, milyen illatot érzek, de valamit érzek, ez a lényeg. Még jó, hogy ez a kamera nem rögzít ugye illatokat. Na, lányok és fiúk, haladunk majd arra tovább, tehát ez majd egy következő videónak a témája lesz, amikor én majd arrafelé folytatom a sétámat. De most ezt a videót én itt és most lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben a videóban is. Jöjjön hát az elköszönés! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ahogy mondottam, hamarosan folytatom én ezt a sétát egy
következő videóban, tartsatok velem a következő videóban is, és akkor haladunk majd tovább ezen a bizonyos zöld túraútvonalon. De most egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók! Vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, a semmi kellős közepéből. Sziasztok! Hamarosan folytatom ezt a sétát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!